Frigyát, Benyovszki kastély, római katolikus templom. Nagykanizsától nem messze a hetes főút mellett fekszik a kis zsáktelepülés Rigyát. A falu központjában található barok templomot Inkei Boldisár építette a 18. században Szent Anna tiszteletére. A templom főoltárát eredetileg egy Szent Annát ábrázoló oltárkép díszítette, amin Szűz Mária a templomba vezeti, de ez mára már teljesen tönkrement. A templom tornyának három harangjából kettőt az első világháború alatt elvittek, melyeket közadakozásból pótoltak. Rigyász a 19. században a Benyovszki család birtokába került, melynek legismertebb tagja a nagy utazó Benyovszki Móric. A nemesi família emlékét két épület is őrzi. Az egyik a templom alatti Benyovszki kripta, melyet Inkei Kálmán özvegye Szemző Lújza építetett 1900-ban. Az altemplomban az Inkei, a Benyovszki és Battyány család tagjainak sírjai találhatók. A másik a Benyovszki rezidencia, amely a Kossuth utcában található. A kastély sajnos elég rossz állapotban van, az épület volt már iskola és értelmisérültek otthona is, jelenleg magántulajdonban van és nem látogatható.